Öt kategóriában 42 fiatal kap idén alkotói ösztöndíjat az RMDS és a Communitas alapítvány jóvoltából. A díjazottak tegnap vehették át az ösztöndíjjal járó emléklapot a kolozsvári sétatéri kaszinóban tartott gálán. Idei és tavalyi díjazottak által előadott klasszikus nép és könnyűzene, felolvasott irodalmi művek és képzőművészeti alkotások színesítették a kolozsvári sétatéri kaszinóban 14. alkalommal megtartott alkotói ösztöndíja gáláját. A nyertes pályázók egy évig részesülnek anyagi támogatásban. Nem hiszek abban, hogy a tehetség az így is úgy is érvényesül, és hogy bármilyen nehéz körülményeken áttör az alkotó készség. Nem. Szerintem, hogyha nem biztosítjuk a megfelelő feltételeket, akkor bizony a tehetség az nagyon törékeny és nagyon könnyen elvész. Markó Béla az eseményen úgy fogalmazott, a társadalomnak kötelessége támogatni a tehetségeket, a kultúrát. A díjazottaknak eddigi eredményeik és a kiírt ágazathoz kapcsolódó pályázati terv alapján ítélik oda az alkotói ösztöndíjat. Egy tantermi előadással pályáztam, tehát nekünk így, ugye én a Váróterem projektnél vagyok színész, ott van már ebbe tapasztalatunk, hiszen a Bang Bang-t feldolgoztuk 45 percben egy tanterem, egy magyar óra keretén belül, és hát az nagyon jó tapasztalat volt, most már több mint 100-szor játszottuk, és van egy ötlet, amit is szeretnék, tehát úgy érzem, hogy megbírja az egyéni próbálkozásokat is. Az alkotói ösztöndíjra film és televízió, irodalom, színházművészet, vizuális művészetek és zeneművészet kategóriákban pályázhattak a 35 év alatti alkotók. Az ösztöndíj célja, hogy a magyar kultúrát gazdagító művek létrehozásához járuljon hozzá, illetve kedvezőbb alkotói körülményeket teremtsen.